60-ban a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban a gyermekeknek nem csak arra van lehetőségük, hogy a tárlatot megtekintsék. Játékos formában bővíthetik ismereteiket az állatokról és a természetről. Egy jól felszerelt teremben vizsgálhatnak különböző fajokat vagy egy mamut fogát. Ezen a múzeum pedagógiai foglalkozáson a rovarokkal ismerkedett egy iskolás csoport. Máté, mit helyezel? Lábak. Akkor jön a következő a szárnyak. Nagyon jó. Azt is kipróbálták a gyerekek, hogy hogyan látja a világot egy rovar, ebben pedig egy speciális szemüveg volt segítségükre. Egy csápot is magukra ölthettek, és azt is modellezték, hogy hogyan működik a rovarok rágó, vagy éppen szívó szájszerve. A Vadászati Múzeumban a múzeumpedagógiai foglalkozásokat igyekszünk interaktívvá tenni, és a gyerekeknek olyan élmény nyújtani, amire esetleg a hagyományos biológiai órákon nincs lehetőségük. A múzeumpedagógiai foglalkoztató termek segítségével, amelyek látványosan interaktívan vannak berendezve, és ezekre az eszközökre, tárgyakra alapozva alakítottuk ki, illetve terveztük meg a foglalkozásokat, amelyekkel el tudtunk indulni a múzeum megnyitásakor. Rovarvilágról szóló foglalkozásunk, ami kisebbeknek is, óvodás csoportoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak is szól, más és más megközelítésben vizsgáljuk a rovarok élővilágát. Akkor a mamutos foglalkozásunk, amely a jégkorszakról szól, tehát a jégkori kaland címmel indul ez a foglalkozásunk. Ez a hátam mögött látható ősmaradványok segítségével dolgozzuk fel a jégkori világot, a jégkor vadászatát, amit már el tudunk kezdeni a kiállítási térben is, tehát ott kezdődik meg egy foglalkozás, és mondjuk itt a foglalkoztató teremben fejeződik be. Mindenképpen ugye ezeket az eszközöket tudjuk használni, amik itt megtalálhatók a múzeumban, amit sikerült beszerezni, és kiállításként is megtekinthetőek. Tehát ezekre alapozzunk ezeknél a foglalkozásoknál. A harmadik a vízivilág élővilága, amely a Kárpát-medencét, a Magyarország vizes élőhelyét mutatja be, az ottani növényzettel, állatvilággal együtt, amit szintén ezt a foglalkozást a kiállítási térben tudjuk megtartani. Van még egy foglalkozásunk, amely az Erdő-Erdő címmel indult el, ami a kétszintes térben, a múzeum kétszintes terében, ahol a Kárpát-medence élővilágát mutatjuk be, és ebben a kiállítási térben zajlik ez a foglalkozás, megismerve az erdő élővilágát, az erdőt alkotó fafajokat, illetve az állatvilágot. Rácné Zsosa Ágnes azt mondja, az a céljuk, hogy a környezettudatos gondolkodásra neveljék a gyermekeket. Hozzátette, a foglalkoztató teremben olyan tárgyakkal találkozhatnak az iskolások, amelyet egy átlagos biológia órán nem foghatnak a kezükben. A mamut fogat említhetném, hogy nem hiszem, hogy az iskolai szertárakban megtalálható, vagy akár egy ős ló lábközép csontja, vagy a gyapjas orrszarvúnak a koponya csontja. Ezeket nem hinném, hogy megtalálják azért egy-egy iskolai szertárban. Elég sok preparátumunk van, ugye itt madarak, mókusok, főleg az erdő, illetve Magyarországon is megtalálható fajokkal ismerkedhetnek meg. A foglalkozáson pedig bebizonyosodik az, amit a szakemberek már számtalanszor igazoltak, hogy a gyermekek játékosan, könnyebben tanulnak. A szárnyak, hogy milyen puha, hogy melyik állatoknak puha, másiknak meg keményebb, és ilyen erek vannak a szitakötőben, szitakötőnek a szárnyaiban. Amikor a szarvakat próbáltuk meg a csápokat, meg amikor kaptunk szívószálat, meg ilyeneket, hogy milyen szervei vannak a fején a bogaraknak. Egy interaktív, játékos foglalkoztató is várja a gyermekeket és a családokat a múzeum területén. Itt egyértelműen a legnépszerűbb az a csúszda, ami egy labdával teli medencébe vezet. A peccázást is kipróbálhatják a kicsik, és a különböző csapdákkal is megismerkedhetnek, ha éppen nem dobozokra céloznak egy kis labdával. A különböző ügyességi játékokkal szeretnénk kedveskedni a gyerekeknek. Van terepasztal, lehet diót törni, karikába dobálni, konzerveket ledobálni. Emellett pedig a mikroszkóppal is ismerkednek a gyerekek, és különböző növények illatait is megtanulhatják megkülönböztetni. A növényeknek a levéllemezét tudjuk nézni mikroszkóp alatt, ott meg tudjuk mutatni nekik a leveleknek a fogazottságát, a erezettségét, egy kicsit
közelebbről, mert a mikroszkópunk az 30-szoros nagyításban képes felnagyítani a mintát. Kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a kicsik, bőrből karkötőt készíthetnek, de pillangót is hajtogathatnak.